talán 4 napos, de igazából a titkos információgyűjtés pontos befejezésének a dátumát nem közölt az a védelmi szolgálat, mivel erre konkrétan valószínűséggel nem is kérdezett rá a tisztelt bíróság. Az ügyész beszél az ügyben indított büntető per csütörtöki tárgyalásán a nyíregyházi törvényszéken. A vádirat szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa 2016. áprilisában álnéven ismerkedett meg a vádlottal, majd találkozót kért tőle. Ennek során a tárgyalótiszt arra kérte a férfit, hogy szerezze meg egy magánszemély ingatlanjának adatait a földhivatali nyilvántartásból, amiért cserébe pénzt ajánlott neki. Az osztályvezető a segítség fejében azt kérte, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést ő készíthesse el. Ezután átmentek a hivatal másik helyiségébe, ahol 100 000 forintot vett át a kért adatokért. Ebben úgynevezett titkos jellegű részhalmazat tartozik bele ez a megbízhatósági vizsgálat is. Mindannyian tudjuk. A tisztelt tanács is számtalan esetet ránkozott, ügyet buktak már meg. A bizonyítási eljárásban a védelem által beidézett tanúkat hallgatta meg a bíróság. Vallomást tett többek között az a nő, aki a vádlott által látogatott étteremben felszolgálóként dolgozott, és meghallgatták a férfi egyik volt munkatársát is. A büntetőper további bizonyításokkal folytatódik, ítéletet később hoz a nyíregyházi törvényszék.